Folyamatosak az edzések az MTE 1904 sporttelepén, megkezdődött a Merkantil Bankliga MB2 idei szezonja. Elsőként idegenben a Pécsi MFC ellen lépett pályára a Krédóbusz Moson-Magyaróvár július 30-án, ahol 1-0-ra a hazaiak vitték el a 3 pontot. De szépen csinált a Harsányi! Be kell látnunk, hogy a Pécs jobban kezdte a mérkőzést, az első félidőben jobbak voltak nálunk. A második félidőre viszont fölvettük velük a versenyt, teljesen kiegyenlített lett a mérkőzés, sőt, többet birtokoltuk a labdát. Volt 2-3 nagyon komoly lehetőségünk, amit nem tudtunk kihasználni. Volt egy sajnos egy mérkőzés befolyásoló helyzet is, amit a játékvezető, nem tudom, hogy a 11-es miért nem lehet megadni. Sajnos nem adta meg, kifogásokat nem keresünk. A második félidő alapján mindenféleképpen megérdemeltünk volna 1 pontot. Az idei szezonban több új játékossal is erősödött a keret. Moson-Magyaróváron folytatja a 25 éves támadó Szabó Bence, aki Szlovéniából érkezett. Megkeresett a vezetőség, és láttam rajta, hogy nagyon szeretnék, hogy ide jöjjek, itt folytassam a pályafutásomat, és ez azért elég biztató egy játékosnak szerintem, és igazából hajlottam e felé nagyon. Mit vársz az idei szezontól, milyen eredményt szeretnél elérni a csapattal? Egy jó, stabil teljesítményt, ami az MB2 közepe fele eredményben mutatkozik meg, ami nem lesz egyszerű, de legalább nagyon nehéz. Erős szezont és fejlődést vár végső előd is, aki csupán 22 éves, de már 97 másodosztályú mérkőzésen lépett pályára. Én nyíregyházi születésű vagyok, ott nevelkedtem az akadémián, aztán 3 évet voltam az ottani felnőtt csapatnál, onnan kerültem Tiszakécskére, ahol 2 évig játszottam, és most kerültem ide Moson-Magyaróvárra Tiszakécskéről. Gyirmotról érkezett Moson-Magyaróvárra Nagy Patrik, aki középpályán lép pályára. Mindenben folyamatosan fejlődni kell, meg nyilván ez is a célja minden egyes játékosnak és a klubnak is, a folyamatos fejlődés, úgyhogy így nem is tudom kiemelni azt, hogy most csak a védekezésben, csak a támadásban. Én úgy gondolom, hogy mindenben fejlődnünk kell, hogy jól szerepelhessünk, és nem csak a minimális célt szeretnénk elérni, tehát a bennmaradást, hanem minél előrébb szeretnénk végezni a tabellán, de ehhez nyilván jobb teljesítmény kell, mint amit a Pécs ellen nyújtottunk. A Krédóbusz Moson-Magyaróvár már most vasárnap bizonyíthat, augusztus 5-én délután 17:30-tól ugyanis a Kazincbarcikát fogadja a Vitmonon Talparkban.